Sziasztok srácok, lányok! Én Krisz vagyok. Mint azt nyilvánvalóan észrevettétek, a csatornánk neve innentől kezdve Mongufta Family. Viszont azt a nevet, hogy anime szurdok, én szeretném speciál magamnak megtartani, ezért innentől kezdve bármi animével, mangával kapcsolatos videó lesz a csatornán, az anime szurdok blogban fog futni. Tehát ez egy ilyen kicsit személyes rovat, videószegmens lesz majd a csatornán, ami általában az én videómat fogja takarni. Remélem ez mindenkinek jó lesz így, úgyhogy minden további nélkül, mehet az intro! Első hivatalos videó az anime szurdok rovaton belül, ezúttal egy reakció videó lesz. Mégpedig azért, mert talán tegnap, vagy tegnap előtt, valahogy így, fogalmam sincs, nem igazán néztem a dátumot, hogy mikor jött ki, de kijött a Detektív Pikachu film első trélere. Hoboy! És felpiszkálta az érdeklődésemet, hogy vajon joggal akadtam ki rá a Kiakadtam széria második részében? Vajon ez egy olyan világ lesz, ami igazából ugyanúgy néz ki, mint a miénk, tehát strukturálisan teljesen ugyanaz, csak Pokémonok is laknak benne, vagy inkább át akarják vinni ezt az egész látványvilágot egy olyanra, mint amilyet az animében szoktunk meg. Csak hogy értsétek, mire gondolok, tehát olyan dizájnjai lesznek az épületeknek, mint például egy Pokémon Centernek, vagy egy edzőteremnek, vagy meghagyják a hagyományos, standard, bármelyik másik amerikai város formulát, valamint az, hogy nyilván mivel Pikachu-t Ryan Reynolds fogja szinkronizálni, ezért nyilvánvalóan nem csak a saját nevét fogja emlegetni, és hogy vajon ez igaz-e az összes többi Pokémonra is, tehát tudnak-e majd beszélni? Valamint többek között az, hogy ha már detektív Pikachu, akkor vajon milyen rejtét kellene neki felgöngyölítenie? Nem tudom, de megnézzük a videót, és rájövünk majd magunktól. Remélhetőleg. Illetve remélhetőleg nem fog túl sok mindent elárulni a trailer, mert azért mégiscsak, hogyha már ennyien rá vagyunk kattanva, akkor csak legyen valami izgalom benne, hogyha esetleg majd megnézzük moziban. Úgyhogy be is dugjuk a fülünket, mert nem szeretnék háttérzajt a videóba. És arra fordulunk a géphez. Elime. Kicsikét arrébb is rakom a kamerát. Körülbelül így. Csak hogy kiférjen majd ide, amit látunk, és lássuk a videót. 3, 2, 1. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokémon. Jó, mondjuk már így az elején egy olyan érzésem van, mint hogyha... Your dad was a legend in this precinct. Hogyha inkább egy rajongói filmet néznék. I remember. You wanted to be a Pokemon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Someone there? Whoever you are, I know how to use this. Oh, jeez. Here we go. Oh, I know. You can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Oh, ez. Oké, srácok, lányok, ez. Valahogy nem tudom nem Deadpoolt látni ebben a sárga kisegérben. Valamiért nem. Azt a... De kinézetre amúgy... Még úgy próbálom az agyamat így ráhangolni, hogy igen, ez már pedig így fog kinézni. Egyelőre nagyon aközött törlődök, hogy igen, így ránézésre
cuki, meg minden, tehát nem gondoltam volna, hogy Pikachu-ból tudnak esetleg még cukibbat gyártani, de ez a kis plüssmedve kinézet, ez valahogy annyira fekszik neki, nem tudom. Mindegy, nézzük tovább. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my god, you can understand me! Stop! I've been so lonely! They try to talk to me all the time, all they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika! Yeah, Pika Pika Pika, he's adorable. You're adorable, they can't understand me, kid. Can no one else hear him? Senki más nem érti őket, csak ez a srác. Then what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this, you and me. It brought us together, and that magic is called hope. Listen up. We got ways to make you talk. Or mime. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe. Yes, okay, I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop. You're good cop. No, we're not cops. Oh! In my head, I saw that differently. Nehéz szavakat formálni így elsőre. Elsőre azt mondom, hogy... igen... Nézzük meg a moziban. Nézzük meg. De abból, amit eddig ki tudtam hámozni a történetből, az hát végül is nem sok, tehát nem tudjuk, hogy most milyen üggyel állunk szemben, és hogy mihez kell tulajdonképpen ő detektív Pikachu-sága. És persze az a tény, hogy... Sajnálom, Ryan, de valahogy, ha kinyitod a szádat és hangok jönnek ki belőle, akkor én nem tudok másról képzelni, csak és kizárólag Deadpoolt. Ez valahogy innentől kezdve így fog működni. És így első ránézésre, igen, kicsikét bugyutának tűnik az egész. És olyan érzésem van, mintha tényleg csak arra utaztak volna rá, hogy na akkor... Addig, ameddig tart a nagy Pokémon láz, illetve az, amit így a Go elkezdett, akkor szedjünk be még egy kis pénzt belőle, még egy kis pénzt. Mert hát nyilván így működik Hollywood, tehát ez semmi másról nem szól, csak a pénzről. És persze azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván ez a film is azért készült el, hogy valamilyen szinten promotálják a készülő Detektív Pikachu játékot. Ezt a részét is megértem, hogy persze profitot termeljenek belőle. Mert azért lássuk be, hogyha egy tényleges Pokémon filmet akartak volna forgatni élőszereplős verzióban, akkor nem ehhez a koncepcióhoz nyúlnak hozzá. Akkor egy kicsit a Pokémonok kinézetéről. Nem tudom... Jól néztek ki, viszont... Kicsikét nagyon ilyen hamis, gyanús... Tehát nem tudtam igazából azt látni, hogy ők már pedig ténylegesen fizikailag ott vannak. Ez a fajta CGI az, ami nem rossz, de igazából nem is a legjobb. Jó, persze nyilvánvalóan a filmkészítői is egy korlátozott büdzsével dolgoznak, tehát nem tudtak világrengető CGI effekteket kihozni belőle. De igazából egy ilyen filmhez nagyon nem is kell. Mert az a lényeg, hogy nem tudom, hogy mennyi lesz a játék ideje, de az ilyen filmeknél az a lényeg, hogy egy jó másfél, egy és háromnegyed órára leültesse a nézőt maga elé és szórakoztassa. De egyelőre így láthatatlanban a film egészéről nyilván nem tudunk nyilatkozni, csak a trailer alapján. Én azt mondom, hogy nem valószínű, hogy olyan de nagy bomba siker lesz, mint amilyenre számítanak. De nyilván a Pokémon rajongók úgyis el fogják közölleni a mozikat, tehát bevétele valószínűleg lesz. Azt a mennyiséget, amiből elkészült, azt persze, hogy vissza fogja hozni.
De hogy ez most mennyire fog pluszba menni nekik, azt nem tudom, de nyilván nem egy olyan nagyon jelentős mértékben. Az biztos, hogy meg fogjuk nézni moziban. Ha nektek is kedvetek van, akkor lebeszélünk egy időpontot, és akkor együtt elmegyünk megnézni, és utána tartatunk egy jó nagy kibeszélős szegmenst, ahol mindenki lerakhatja a maga kis gondolatát a filmmel kapcsolatban a végén. Nos, hát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor üsd olyan azt a like gombot, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel a csatornánkra. A következő videóink pedig... Sziasztok!